Mindenki. Én attól, mint mindig, most is arról fogok mondani, hogy az ördög minden megtesz, hogy ne haladjak. Lehet, hogy másokkal miért manipulál, és a másik kihatása van rám is. Nehéz az ördögöt legyőzni. Most egy kicsit ilyen... visszatérünk ilyen alapokra, nem is alap, hanem a... visszamegyünk ilyen sátánistákhoz. Az elején, ami buddhizmusból alapultak, hogy emlékszek, hogy minden megtesznek a rétegeződés ellen. De vannak olyan sátáni szervezetek, ahol már van külön rétegeződés. Az a nem jó. És a nem jó, jó meg kell büntetni. Ez ilyen kicsi kitérő volt. Mai nap is lesznek jelnek, szoktak lenni. Máma sikerült semmilyen filmet, sorozatot nem néznem. Tudom azt, hogy a filmek és a sorozatok károsak az agykapacitásra. Más is van, ami káros, de legjobban a filmek, meg a sorozatok. Ha mindig kevesebbet gondolkozó, annál hülyébb leszel. Régebben nem is gondolkodtam. Jófam, se mennyit se. Ott valami vacak szarok, meg kellett tanulni is. Örültem neki, hogy az fogja adni az igaz tudást. De nagyon tévedtem. Az igaz tudás a múltamban rejlik, még a jövőmre kinézve. Ott többször meséltem ilyen történeteket. A valóságban a származásomat nagyon fontos megemlíteni. Vagy zsidó, vagy zsidó-palesztin baszott iszláma, vagy iszlám baszott zsidó-palesztina. Nem ugyanaz a kettő, pont nem tudom én se. De az a lényeg a keverék. Nem ugyanaz. Vagy a... valamelyik. Valamelyikkel. Innen már eredek. Ez az eredet. És akkor az a lényeg, hogy ilyen irániaknak voltak ilyen katonáik. Ilyen asszaszinok. Most egy kicsit. Visszamegyünk a múltba. Asszaszinok. Nem ilyen filmek jönnek. Van az a játék is. Nagyon rosszul modellezik le. Vannak sima asszaszinok. Valódi az a szimak. Elvítélve, hogy asszaszín jut eszembe, valószínűséggel iszlám rész iráni vagy iraki lehetett, vagy afgán. Nagy valószínűség, a második palesztin volt. Meg kell érteni ezt, tehát nagyon fontos ez a... pontosságok! A származások! Az eredeti asszony az iraki volt, Irán. Irán. Most egyszerűen a tálom! Van a származások 1121-es évben. Így vannak itten. Nagyon fontos a múlt! Többször is mondtam, és itt van az a keveredések. És itt minden ered a szokás. Rossz vannak ábrázolva.
több formájukban is voltak. A játékban úgy van, hogy minél szűkebb ruha van, a valóságban minél tágabb. Ugrani hogy lehet egy szűk ruhában, ne haragudjunk már. Egyre nem életűek a játékok, tisztára félre vannak. Azt hiszem mindenki. Valóságban máshogyan ötözködtek, jóval. Jó volt, ami így sima szoknya volt rajtuk. És ma meg is volt. Ötözködésük. Mindig nagyon fontos az ősök! Származás van megemlíteni. Mégiscsak nem lehet ilyen hatalmi szervezetői. Nem a semmiből jöttek elő. Vannan más szervek összeálltak. Jó nagyokat basztak, és akkor így jött létre. Hát ez ilyen vissza az időben volt. Nem is az a lényeg, hanem az, hogy kezdem veszíteni tisztára a új sülyákomat, a rangomat, és ez egyszerűen felháborító. Az, hogy a kenyéken visszamehetett nekem pofázni, az a legnagyobb gond, én tudom, hogy honnan származnak. Jó részt, hogy hittagadók. Ilyeneket, akik topaján vannak, most megjelentettem vetni a várost, én egyszerűen elbüntetném őket. Nem lennének már. Nem tudom, hogy mi a fenére várnak! Nem tudom megérteni őket! Többfelé is lehet őket támadni, pont a keverék felemet, mind a két keverék simán megvinna. Mondtam szépen, a palesztin fél, meg az iszlám fél is bűnnel támadni őket, rendesen, de nem csinálják asztalt! Mire várnak? Nem tudom. Én tudom asztalt, hogy egy nap vissza fogom szerezni a hatalmi szerveket, egy párat, 5-6-7 szervezetet. Hát megtehetően. Hogy a semmiből nem lehet elindulni semmikor se. Nagyon sokan az, valaki ilyen közmédia, kisebb cél elérése, és már minden megvan. Hát nagyon nem. A nagy valószínűséggel nem fog sose hatalomra jutni. Itt van. És a Szerbiát, akkor még volt annyi hatalmi szervezető, arra szavaztam volna, hogy ne legyen Szerbia. Jobban kellett volna figyelni őket. Lehet, hogy nem is lett volna így semmi se. Lehet, hogy tudjátok ezt képzelni. Az is lehet, hogy már egész égig már iszlám meg zsidó hatalom lenne itten. És akkor lett volna örök harc, örök háború. Ez helyett volt Szerbia, is bekevertek a terve. Hogy megváltozott az én véleményem, szerintem másoknak is, hogy le kellett volna rakétázni őket, bombázni, rakéta, hidrogénbomba, atombombák, minden nyavaják, amik vannak, de nem így lett ez se, vagy nem jött össze. Azért nem jött össze, de nem tisztelnének. Vagy egyszerűen nem kapom mindig vissza a rangjaimat. Egyszerűen. Így nagyon nehezen juthattam hatalomra. És lehet eztet. De nagyon nehéz volt. Mennyire nem, valóságban mindig más minden. Én szerintem, én nekem a jövőben ismétlen hatalmi szerveket kellene vezetnem. Nem pedig itten az ördögnek, mint a más hatalmi szerveknek a befolyása alatt lenni. Ez csak ilyen kicsike múltbéli visszamutató volt az alapokra. Nagyjából az egész csatorna ezen az alapok, a többi meg a festések nagyon fontos. Nagyon.
akkor is károsak a tévék hatásait a más egyéneknek nézve. Nem tudják megkülönböztetni az egyének mi a gonosz, mi a valóság, mi a virtuális. Hát, vannak itt ilyen feladatok. Milyen feladat. Hörül amúgy volna, én nem az a szokás, hogy a fejre támadok, jócskám. Miért mehetetek sétálni? Pofázni mehetetek nekem. Akinek több származéka át hatalmi szerek vezetői voltak. Hogy ez már tiszteletlenség, és meg kell, hogy büntessek benneteket. Kettő, egy vagy, de itt akit vállalgatnék el, hogy pokolba jutok, nagy jószínűséggel. De nem. Egyszerűen. Más. Mindig változnak itt a tervek. Milyen tervek? A logika hiányzott csak. Ha logikus lett volna, felettem volna az isztálitet. És aztán simán jöttek volna többi szervek, és így lassan már följebb jutottam volna. Érzem, hogy a jövőben biztosan fel fogok jutni. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!